Április 20-ától kezdődött a beiratkozás azoknak a kisgyermekeknek, akik a 2015-2016-os nevelési évben a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsödébe szeretnének járni. A legtöbb érintett szülő már az első napokban élt ezzel a lehetőséggel. Vannak azonban olyanok, akiknek jelentkezését még várják az óvónők. Egészen május 8-áig, azaz péntekig lehet a gyerekeknek csoportot és óvónénit választani. Az eddigi tapasztalatunk nagyon kedvező. Olyan létszám érkezik hozzánk, ami tényleg örömre ad okot, hisz utána néztünk annak, hogy hány gyermek született ebben az időszakban, tehát hány gyermeket várhatunk, hisz tudjuk azt, hogy a szeptember 1-től minden 3 éves gyermeknek kötelező óvodába járni, tehát megnéztük azokat a gyerekeket, akik ebben az időszakban születtek, illetve azt a létszámot, és hát a városban 93 gyermek született 2012. szeptember 1 és 2013. augusztus 31-e között. Voltak olyan családok, akik időközben elköltöztek, máshol választanak óvodát. Azonban már 53 kisgyermek tudja, hogy melyik csoportban, melyik óvónénivel kezdi meg a nevelési évet szeptemberben. Az óvoda igyekezett betekintést adni mind a 11 csoportjába, az ott folyó nevelési munkába. Így a szülők könnyebben tudtak választani a kínálatból gyermekeik számára. A bölcsödébe jelentkező gyerekeket is többségében már beíratták. A 24 férőhelyünkre jelenleg 24 kisgyermek van beírva. Igaz, hogy van várólistánk, de folyamatosan jönnek föl az óviba a bölcsödés gyerekek, tehát kezelni tudjuk ezt a várólistát, és gyakorlatilag a szülők igénye szerint majdnem 100%-ban ki tudjuk ott is elégíteni azt, hogy amikor ő vissza kell, hogy álljon a munkába, illetve amikor bölcsödébe kell, hogy kerüljön a gyermeke, be tud kerülni. Az érintett családok a következő nevelési évre még péntekig iratkozhatnak be.